Tabáni István is készül valami meglepetéssel, így a múzeumok éjszakáján, és ha igaz, akkor őt köszönhetjük a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánunk! Szép jó napot kívánok! Kedves István, köszöntünk szeretettel! No, hát akkor... Egy délutáni koncertre kerül majd sor, méghozzá a Nemzeti Galéria előtt felállított színpadon. Hát hogy lehet készülni egy ilyen kivételes alkalomra? Hát igen, egészen pontosan a Szabolyai teraszán lesz, ez 20 óra 30-as kezdéssel. Hát hogy lehet készülni egy ilyen koncertre? Hát nagyon izgatott vagyok, mert számomra is úgy megtisztelő, hogy a Nemzeti Galéria előtt adhatok koncertet. És hát reményeim szerint tényleg mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és remélem sokan lesznek, és kíváncsiak lesznek rám. És nyilván ösztönző hatással van tehát a helyszín. Ez a repertoára is hat közvetlenül? Vagy közvetve? Hát részben igen, mert hát, hogy a plakátokon is az szerepel címként, hogy éjszakák és nappalok. Hát ugye ez lett a akkor a különleges éjszakai hangulatra utal ezzel is. Egyébként Tabáni István, ugye hétköznapokban múzeumot látogató ember? Igen, én nagyon szeretem tényleg a képzőművészetet, és a múzeumokat is úgy, ahogy az időm telik, úgy látogatom. Tehát itt ebben közben a Nemzeti Galériát is, tehát fel szoktam keresni, és gyönyörködök ott az alkotásokban. Hát bizony jó egy kicsit megpihenni és elmélázni az elmúlt idők remek művein. Hát akkor reméljük, hogy a jelen idő remek művein méláznak majd el a kedves érdeklődők a koncert kapcsán, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk, és még arra a kis maradék időre, hát jó felkészülést! Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük szépen, minden jó viszonthallásra! És még egyszer megköszönjük Lovas Juditnak, hogy itt volt velünk a stúdióban. Tabáni István holnap énekel majd élőben a Nemzeti Galériában. De itt nálunk most. Itt nálunk most. Viszontlátásra minden köszönjük. Jó. Köszönöm.
És olyan rég járt nálunk Tabáni István, ez a felvétel forgott az imént. Őt láthatták, Tabáni Istvánt, aki tehát holnap fellép majd a múzeumok éjszakáján.